Partnerségi programok, mintegy 500 millió euró fejlesztési forrás érhető el a jövő évtől a határmenti régiók számára. Otthonosabb környezetben, saját lakóegységekbe kerülnek azok a fogyatékkal élők, akik eddig intézményi keretek között részesültek szociális ellátásban a Mérki ápoló-gondozó otthonban. Jelentős keretösszeg, működési és szakmai program megvalósítására is akár 3 millió forintig kaphat támogatást egy-egy civil szervezet a Nemzeti Együttműködési Alappályázatain. Mintegy 500 millió euró fejlesztési forrás érhető el a jövő évtől a határmenti régiók számára. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az öt országot érintő programban gazdaságfejlesztési, kulturális örökségvédelmi és turisztikai együttműködést megvalósító projektek indulnak majd. A pályázatok benyújtásához az érintett országok szervezeteinek határon átnyúló partnerségi megállapodásokat kell kötniük, hangzott el a programot bemutató konferencián Nagykállóban. Több mint 14 millió embert és 140 ezer négyzetkilométert foglal magába a Kárpátok eurorégió, amelynek keretében a 2020-ig tartó Európai Uniós ciklusban új lendülettel fejleszthetik a határon átnyúló programokat az érintett országok. A négy Európai Uniós tagállam, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia mellett egy EU-n kívüli ország, Ukrajna is részesülhet a rendelkezésre álló forrásokból. Összességében a három programban az összes megyét, területi szereplőt érintve 500 millió euróval megszerezhető forrás, ez egy nagyon nagy pénz, és nem, nyilvánvalóan nem mind a megyében fog hasznosulni, de hogyha kiszámoljuk az arányos lehetőségeket, akkor is ez egy nagyon komoly forrás, kiegészítheti a TOP-nak a forrásait, csatlakozhat azoknak a céloknak a megvalósításához, hiszen a határok remélhetőleg, habár most ugye rossz híreket is hallunk ilyen szempontból az Európai Unióból, azért mégsem lesznek olyan hermetikusan elzártak, mint voltak azok 1990 előtt. Az európai együttműködésben fontos, hogy ezeket a területeket újra szerves egységként tudjuk kezelni. Az új ciklus programjai a magyar közösségek számára is szorosabb kapcsolattartást tesznek lehetővé a határok mentén. Az érintettek számára programonként más-más lehetőségek lesznek elérhetők. A fejlesztési stratégia számos területre koncentrál, de talán ami a legizgalmasabb az a gazdaságfejlesztés, turisztikai együttműködések ösztönzése, közös katasztrófavédelmi és környezetvédelmi együttműködések megvalósítása. Kézi Béla hozzátette, a stratégia jelenleg még nem tartalmaz konkrét programokat. Ebbe a stratégiába előzetes projektelképzelések kerültek még csak bele, például turisztikai együttműködésről, turisztikai értékek megőrzéséről, de nyilván az nagyon fontos, hogy jövő évtől kezdődően több határon átnyúló program is indul, amelynek keretében lehet majd finanszírozni fejlesztési elképzeléseket. A pályázatokon való induláshoz az érintett országok képviselőivel kell a hazai önkormányzatoknak, civil szervezeteknek vagy egyházaknak partnerségi megállapodást kötniük. Ezt követően a jövő évben megjelenő kiírások közül választhatnak az együttműködő felek olyan lehetőségeket, amelyek közös célként megvalósíthatók, tette hozzá az ügyvezető igazgató. Otthonosabb környezetbe, saját lakóegységekbe kerülnek azok a fogyatékkal élők, akik eddig intézményi keretek között részesültek a szociális ellátásban a Mérki ápoló-gondozó otthonban. Az 1 milliárd forint összköltségű beruházás teljes egészében Európai Uniós forrásból valósult meg. Mérken, Ökörító Fülpösön és Fábiánházán összesen 10 épületben 102 fő elhelyezése vált lehetővé. A Mérki Intézmény férőhely kiváltási projektjének lényege, hogy az intézményben élő fogyatékkal élők kisebb lakóegységekbe, otthonosabb környezetbe kerüljenek, és a szükségleteikhez igazodó ellátási formában részesüljenek. Hangzott el a Mérki Ápoló és Gondozó Otthon férőhely kiváltási projektjének záró eseményén Ökörító Fülpösön. A Mérki Intézményi férőhely kiváltás során 102 fő részére, három településen, közel 10 épület együttesben, ebből 8 új építésű, 2 pedig felújítással került majd átadásra. Ezek a lakóegységek sokkal komfortosabbak, kisebb létszámmal fognak majd működni. Ezekben a lakóegységekben 2 fős, illetve 1 fős lakószobák, életterek lesznek.
és a leendő szolgáltatást igénybe velük részére megszűnik az a zsúfolt intézményi ellátási forma. Ez egy kicsit családiasabb, egy kicsit személyesebb, sokkal inkább a normális élethez igazodó körülményeket garantál az ő részükre. A projekt 10 épületéből 8 zöldmezős beruházás keretében épült, valamint 2 meglévő épületet felújítottak. Ez egy 1 milliárd 145 millió forintos projekt volt, ez 100%-ban uniós forrás, amihez a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 45 millió forint plusz forrást biztosított. Az új ellátási és szolgáltatási forma legfontosabb eleme, hogy a fogyatékkal élők a legnagyobb önállósággal és a legkisebb támogatással élhetik mindennapjaikat. Fogyatékos embertársainknak az életminőségét szeretnénk javítani, és azt gondolom, hogy európai mintára a 21. század kihívásoknak felelnek meg egyrészt az épületek, amiket átadtunk, másrészt pedig adok a szakmai követelmények, amely akár a helyi lakosok, helyi társadalmi lakosok, a helyi társadalom vezetői polgármester képviselőtestület, és nem utolsó sorban az ide költöző emberek, dolgozókat is úgynevezett értékenyítésen, kvázi oktatáson, képzésen kellett átesniük, hogy ne idegenként fogadják be ezeket az embereket, hanem lakótársként, akik ide jönnek élni, ugyanolyan, mint más ember, akik ide költöznek, és ez a közösségnek aktív tagjai legyenek. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kirendeltsége az első szakasz lezárása után újabb európai uniós forrásokat keres majd a hasonló kitagolások megvalósításához. Jövőre is jelentős keretet biztosítanak a civil szervezetek szakmai programjainak és működési célú támogatására, hangzott el a Nemzeti Együttműködési Alap jövő évi pályázati kiírásairól szóló fehérgyarmati tájékoztatón. A rendezvényen a NEA új nemzedék kollégiumának alelnöke kiemelte, működési és szakmai program megvalósítására is akár 3 millió forintig kaphat támogatást egy-egy civil szervezet. Többek között jogi és pályázati információkat is kaphatnak a civil szervezetek a Megyei Civil Információs Centrumtól, mondta a fehérgyarmati rendezvényen Kis András operatív igazgató. Azt gondolom, egy ekkora megyében, ahol több mint 200 település van, nagyon fontos, hogy a Civil Információs Centrum ott legyen a végeken is. Az minden faluban, minden kisvárosban, nagyobb városban, járási székhelyen ott tudjunk lenni, és ezért hoztuk el így év végén, mert megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap, a civileknek szóló legnagyobb hazai forrás, mind szakmai, mind működési kiírással már megjelent. Ezért egy olyan pályázati tanácsadó napot hoztunk el, amin ezt a két pályázati formát fogjuk bemutatni, és próbáljuk arra biztatni a civil szervezeteket, hogy pályázzanak. A rendezvényen elhangzott, a pályázatoknak köszönhetően tudnak a civilek a helyi közösségek számára fontos programokat megvalósítani. Olyan célokat is sikerült támogatni pályázat útján, ami igenis tesz hozzá a térséghez. Egyre több és több ilyen civil kezdeményezésre lenne szükség. Van még mit tanulnunk. A különbség van az ország nyugati és a keleti fele között. Itt még sokkal kevesebb a civil kezdeményezés, de éppen azért igyekszünk mi is egy kicsit pátyolgatni őket, hogy lássák meg azt, hogy tudnak a helyi közélethez, a helyi egymás mellett éléshez hozzátenni. A rendezvényen elhangzott a korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az emberi erőforrás támogatás kezelő látja el. Az egyik kiírás az a működési pályázat, ez a civil szervezetek alapműködésének a támogatására van kiírva. Erre most a 2016-os évre minden szervezet 3 millió forintot pályázhat szervezetenként egy éves működésére, és emellett minden kollégium szakmai kiírást is tesz. Ebben általában viszonylag kicsi a szűkítés, tehát bármilyen jellegű szakmai program beadható, legyen az egy ifjúsági tábortól, legyen az egy kiadványkészítésig, vagy határon túli programokig, és ezen belül a civil szervezet határozza meg, hogy milyen szakmai programot kíván megvalósítani. Ennek a keretösszege is általában 150 ezer és 3 millió forint között mozog, és hát egy egész éves programsorozatot is meg lehet pályázni, akár egy egyhetes rendezvényt is. A pályázatokat januárban kizárólag az elektronikus pályázat kezelési és együttműködési rendszeren lehet benyújtani. A családi adókedvezmény, valamint az akár több mint 3 millió forintos családi otthonteremtési kedvezmény mellett újabb támogatást vehetnek igénybe a családok, hangsúlyozta a Fidesz nyíregyházi tájékoztatóján Simon Miklós. Az országgyűlési képviselő kiemelte,
300 négyzetméter alatti háznál, valamint 150 négyzetméter alatti lakásnál nem kell építési engedély, csak bejelentési kötelezettség lesz ezután. Vinnai Győző országgyűlési képviselő hozzátette, további segítséget jelent a családoknak, hogy csökken az új lakások áfája 27-ről 5%-ra. Valaki elkezdett egy építkezést, és gyűjti a számláit, mint magánerős, akkor 5 millió forintig levonhatja az áfát. Tehát ha valaki 20-22 millió forintért vagy 25 millió forintért épít egy lakást, akkor annak a 5 millió forintig levonhatja az áfát. Tehát 5 millió forinttal kevesebbe kerül tulajdonképpen neki egy új lakás építése. Ha pedig az építetőtől veszi, akkor a végszámlába vonja le. Az a célunk, hogy a lakásárak csökkenjenek, az a célunk, hogy több új lakás épüljön, mert 2014-ben Magyarországon 8500 új lakás épült, ennek a használatbevétel engedélyét látjuk, és szeretnénk ezt másfélszeresére emelni. Teljes terjedelmében égett egy 2000 négyzetméteres átadás előtt lévő csirkenevelő telep egyik épülete tegnap délután Ibrány külterületén. Az égő épületben nem voltak állatok, de a tűz veszélyeztetett másik három hasonló méretű épületet is. A legmagasabb riasztási fokozatban az ibrányi önkormányzati tűzoltók mellett Nyíregyházáról, Kisvárdáról, Záhonyból és Cigándról is érkeztek hivatásos egységek, mellettük a nagyhalászi és a gávavencsellői, valamint az ibrányi önkéntesek segítették az oltást, tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a lángoló épületből egy gázpalackot is kihoztak. A sérült palackot mesterlövészek hatástalanították, megakadályozva egy esetleges későbbi robbanást. Személyi sérülés nem történt. Az ünnepek előtti megnövekedett forgalomban észrevétlenebbül lehet bárki lopás áldozata. Hamarosan a rendőrség jó tanácsait összegezzük, előtt azonban nézzük, mi várható a folytatásban. Győzelemmel zárta a bajnokság alapszakaszának első körét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese a Kislenke KS csapatát fogadta. A fővárosiak 85-66-os vereséggel távoztak a Szent Imre gimnázium csarnokából. Vereséggel zárta az évet a nyíregyházi Teke klub együttese. Az NTG a Superliga 11. fordulójában Budapesten az Erőmű Ese otthonában vendégszerepelt, és a hazaiak 6-2-re megnyerték a találkozót. Egyenruhások és civil ruhás nyomozók is szolgálatban vannak a karácsony előtti időszakban a forgalmas tereken, bevásárlóközpontokban vagy nagyobb parkolókban. A rendőrség jó tanácsokkal próbálja ellátni a lakosságot annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a bűnelkövetés. Bűnmegelőzés céljából az egyenruhás rendőrökön kívül civil ruhás nyomozók is szolgálatban vannak decemberben a karácsony előtti időszakban. A megnövekedett forgalomban észrevétlenebbül lehet bárki lopás áldozata. Ilyenkor ünnepek előtt a rendőrség is jobban figyel az emberekre, még nagyobb hangsúlyt fektetünk a bűnmegelőzésre. A kollégáim is sokkal nagyobb számban vannak jelen azokon a helyeken, ahol ilyenkor több ember fordul meg, elsősorban a bevásárlóközpontokban és azok környékén, nagyobb forgalmú parkolóhelyeken, illetve az állomások környékén. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, ne tartsunk magunknál nagyobb összegben készpénzt, csak amennyit szükséges. Ha bankkártyát használunk, fontos, hogy ne írjuk rá a PIN-kódot, valamint ne tartsuk azt a kártya közelében, akár egy papírra írva. A tömegben elsősorban a zseblopások jelentik a legnagyobb veszélyt. Egy vára akasztható táskából vagy könnyen elérhető külső kabátzsebből pillanatok alatt ellophatják értékeinket. Egyéb tanácsaink az autófeltörések megelőzésére, a járműből lopások megelőzésére irányulnak. Sajnos autófeltörések rendszeresen történnek, és ilyenkor ünnepek előtt még inkább előfordulhat, hogy valaki ott felejti vagy ott hagyja a táskáját, esetleg pénztárcáját, telefonját a járműben látható helyen, és ez nagyon sok bűnelkövetőt arra csábíthat, hogy beüssék az ablakot. Ez mindössze néhány másodperc, de az okozott kár az nagyon magas lehet, illetve akár egy üres kabát vagy táska is arra indíthat valakit, hogy betörje az ablakot, és hát ilyenkor ugye nem lesz lopási kár, viszont a ablak megcsináltatása, kijavítatása az komoly költségekbe verheti a tulajdonost. Lopások tekintetében az egyik célcsoport az idős korosztály. Egy kosár tetején hagyott pénztárcát vagy irattartót észrevétlenül ellophatnak a tulajdonosától.
Győzelemmel zárta a bajnokság alapszakaszának első körét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese a Kislenke KS csapatát fogadta, és a fővárosiak 85-66-os vereséggel távoztak a Szent Imre gimnázium csarnokából. A sereghajtót fogadta az eddig mindössze egy vereséget szenvedő nyíregyházi kosársuli, amely be is gyűjtötte a győzelmet. Némi izgalmat az okozott, hogy a hazaiak már a meccs elején elveszítették irányítójukat, a korosztályos válogatott Pap Klaudiát, így kissé döszögőssé vált a csapatjátéka. Ettől függetlenül, ha vártnál kisebb különbséggel is, de hozta a kötelezőt Farkasinszky Gyuláni együttese. Egy elég érdekes stílusú mérkőzést játszottunk ezzel a Kislenkével, és a legnagyobb gond és probléma az volt, hogy a dia körülbelül a harmadik perc környékén kapott egy olyan lökést hátulról, amitől rosszul érkezett le, és becsipődött a háta. Ugyan két percet még a pályán volt, mert ugye ő saját maga se hitte el, hogy neki ez gondot és problémát fog okozni. Úgy kellett lecserélnünk, tehát, és ez valamilyen szinten behatárolta a játékunkat, már csak azért is, mert a többiek is szerintem féltek attól, hogy ilyen szituációba kerülhetnek, mint a dia. Meg hát elveszítettük az iránytunkat, tehát ez ha tetszik, ha nem, nekünk azért meghatározza a játékunkat a dia jelenlét és az, hogy fönn van a pályán. Nem úgy sikerült a mérkőzés továbbra, és azt mondom, hogy ezt mi szerettük volna. Nem is inkább a különbséggel van a gond, hanem a rengeteg eladott labda az, ami nem igazán tetszett nekem. Tehát a héten mindenféleképpen javítanunk kell ennek a statisztikáján, mert ez a DVTK-ra nem igazán lesz jó. Még egy meccs vár az idei évben a nyíregyháziakra. Szombaton 18 órai kezdettel a DVTK második csapatát fogadják Farkasinszkijék. Mivel nekik már itt vége van az áll szezonnak, nincs Eurókupa mérkőzésük, ebből következik, hogy akár az összes olyan játékosokat, aki A-val edzés, A-ban játszik, azt lehozhatják. Nem tudom. Tehát mindenféleképpen úgy készülünk, hogy a legjobb összeállításba jönnek. Ennek megpróbáljuk meg kialakítani a védekezésünket és a támadási taktikánkat, aztán meglátjuk. Ha nem hozzák le, akkor ugye remélhetőleg könnyebb lesz a dolgunk. De egyébként a Kislenke mérkőzés egyértelműen bizonyított, hogy nem biztos, hogy az ellen a csapat ellen a legjobb játszani, aki esetleg a bajnokság utolsó helyén van most per pillanat, lehet, hogy jobb azok ellen a csapatok ellen, akik az élvonalba tartoznak. Valószínűleg nekünk egyébként ezek ellen a csapatok ellen a játék jobban is fekszik, bízunk benne, hogy a DVTK ellen is így lesz. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén az MTK Budapest 100%-os teljesítménnyel megelőzve a 8-1-es mutatóval rendelkező nyíregyházi kosársulit, a diósgyőriek 3 győzelemmel és 5 vereséggel a 6. helyen várják a szombati mérkőzést. Vereséggel zárta az évet a nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a Superliga 11. fordulójában Budapesten az Erőmű Ese otthonában vendégszerepelt, és a hazaiak 6-2-re megnyerték a találkozót. A nyíregyháziak a 12 csapatos mezőny 9. helyén állva várják a januári folytatást. Az elmúlt években rendre szoros és izgalmas meccseket vívott egymással a két csapat, és ezúttal sem volt másként. Az első körben Mogyorósi Péter mindössze 3 fával maradt alul riválisával szemben, és mivel Szlovenszky Tibor sem tudott pontot szerezni, 2-0-ás hátrányba került a vendégcsapat. Középen a Szegő Finta párosból utóbbi begyűjtötte a csapatpontot, így az utolsó körnek 3-1-es hazai vezetésnél vágtak neki a felek. A hátsó sorba ide-oda billent a mérleg nyelve a dobások tekintetében. Olyannyira, hogy az utolsó 40 dobásnál sikerült ledolgozni a hátrányunkat, és átvettük a vezetést a Hakker Kastura párosunk révén, és innentől kezdve abszolút nyílt volt a mérkőzés, de mégis a hazaiak egy újult erőre tudtak kapni, és az utolsó szedben nagyon elhúztak, és így alakulhatott ki, hogy 6-2-es vereség lett a vége, de hozzáteszem, hogy a 3295 fás teljesítményünkkel az elmúlt 5 hazai meccsükön 3-szor mi diadalmaskodtattunk volna, úgyhogy ez is jelzi azt, hogy ez mindenképpen számukra is egy rangadóval ért fel, és mennyire izgalmas volt ez a mérkőzés. A bajnokság felénél a Szeged áll a tabella élén 22 ponttal, megelőzve a 20 pontos Népcelakot és a 17 pontos Zalaegerszeget. A nyíregyházi Teke Klub 6 ponttal a 9. helyen várja a folytatást. A megszerezhető pontokat sikerült, még ha nem azokon a meccseken is megszerezni, amiket terveztünk. Ez a budapesti erőmű elleni vereség egy kicsit rosszul esett, mert tényleg azt lehet mondani, itt a szezon végére, a fél szezon végére lendületbe jött a csapat, és abszolút azt lehet mondani,
hogy sok minden szólt mellettünk, de mint tudjuk, minden egyes mérkőzés más és más. Benne volt abszolút a győzelem is, a döntetlen is ebben a mérkőzésben, de most azt lehet mondani, hogy a 6 ponttal jelenleg a 9. helyen fogunk posztolni a téli szünetre, ami úgy gondolom, hogy mindenképpen egy jó helyezés, annak tekintetében főleg, hogy a hátsó két kieső pontokkal jóval le vannak tőlünk maradva, a szett arányról nem is beszélve. Mivel a bajnokság január közepén folytatódik, a nyíregyházi játékosok nem állnak le az edzésekkel. A csapat a közvetlen riválisait hazai környezetben fogadja, így fintáig tavasszal szeretnének előrelépni a tabellán. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer néhány mondatban. Mintegy 500 millió euró fejlesztési forrás érhető el a jövő évtől a határmenti régiók számára. Az 5 országot érintő programban gazdaságfejlesztési, kulturális örökségvédelmi és turisztikai együttműködést megvalósító projektek indulnak majd. A pályázatok benyújtásához az érintett országok szervezeteinek határon átnyúló partnerségi megállapodásokat kell kötniük, hangzott el a programot bemutató konferencián Nagykállóban. Otthonosabb környezetbe, saját lakóegységekbe kerülnek azok a fogyatékkal élők, akik eddig intézményi keretek között részesültek szociális ellátásban a Mérki ápoló-gondozó otthonban. Az 1 milliárd forint összköltségű beruházás teljes egészében Európai Uniós forrásból valósult meg. Mérken, Ökörító Fülpösön és Fábián házán összesen 10 épületben 102 fő elhelyezése vált lehetővé. Jövőre is jelentős keretet biztosítanak a civil szervezetek szakmai programjainak és működési célú támogatására, hangzott el a Nemzeti Együttműködési Alap jövő évi pályázati kiírásairól szóló fehérgyarmati tájékoztatón. A rendezvényen a NEA új nemzedék kollégiumának alelnöke kiemelte, működési és szakmai program megvalósítására is akár 3 millió forintig kaphat támogatást egy-egy civil szervezet. A Kölcsei Televízió híradóját látták. A legfrissebbekkel holnap este ugyanebben az időpontban várom majd Önöket. Híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk hóval, esővel. Csütörtök estig a Kárpát-medence nagy része fölé többnyire nedves, a magasban enyhébb levegő érkezik. Éjjel eleinte helyenként gyengén felhős körzetek is előfordulnak, de jobbára erősen felhős lesz az ég. Éjszaka párássá válik, a levegő zúzmarás köd is képződhet, helyenként szitálás, ónos szitálás, hószálingózás is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult párás időre lehet számítani, főleg a délutáni esti óráktól eső, havas eső, ónos eső és akár havazás is előfordulhat. A déli szél helyenként megélénkül, délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő egy hét során döntően anticiklon alakítja majd időjárásunkat, éjszakánként fagypont körül alakul a hőmérséklet, délutánonként 1-7 fok lesz a jellemző, de pénteken, illetve szombaton néhol akár 9-10 fokot is mérhetnek. Hazánk nagy részén borult párás időre van kilátás, helyenként tartós ködfoltokkal, itt-ott szitálással. Pénteken lehet nyugaton kisebb eső, északkeleten helyenként eső, havas eső vagy akár hó.